Szép jó reggelt kívánok mindannyiótoknak, remélem jól látszom, jól hallatszom, és hát elkezdjük a mai reggelt, és hát hoztam egy nagyon jó témát nektek, amit azért jó lenne megvizsgálni, de előjáróban annyit, hogy tegnapi meetingemet nem tudom láttátok-e, hogyha nem, akkor itt valahol alól meg tudjátok nézni, ahol hát arról meséltem, hogy hát jó lenne, hogyha megvizsgálnátok, hogy meg vagytok elégedve a mostani helyzetetekkel, és hát megmondom őszintén, hogy leraktam a meetinget olyan 9:30 környékén, és folyamatosan csörgött a telefon, a messenger üzenet, úgyhogy azt hiszem, hogy ez egy jó betalált. Úgyhogy esetleg, hogyha így gondoljátok ti is, akkor hát így írjátok már ide, hogy honnan vagytok, és hát érdemes-e ezekről a dolgokról beszélgetnünk. És mi történik? Következő pár órában bejelentenek dolgokat, hogy korlátoznak bennünket, tehát magyarul nem mehetünk ki, meg hát nem is tudom, mikor lesz az, hogy egyáltalán nem mehetünk ki, tehát valószínűleg ez is lesz majd, ne legyen igazam. De hát akkor mi történik? Hát ugye kétségei támadnak, hogy na most mi a jó ég fog történni. Én ezt már mondom kb. 6 éve, hogy ha még mindig abba hisztek, hogy hát majd úgy a biztos állás az majd biztonságot fog nyújtani, meg jó, hát majd az internet különben is az a hülyeség, meg egyébként is a Facebook az csak hülyeséget kell van tele, tehát nem nagyon jó azzal foglalkozni. Én meg azt mondom, hogy a késnek két éle van, attól függ, hogy mit szeretnél vele csinálni. Úgyhogy írjatok már ide, hogy jó ez a téma, foglalkozok ma vele, mert akkor kicsit kibontom, és akkor hát el akarom oszlatni a benned lévő kétségeket. Nagyon egyszerű dolgokat, jól bevált, jól letesztelt dolgokat fog mutatni nektek ma, és szerintem, hogyha követtek, akkor ugye a puzzle darabok úgy hát összerakódnak. Szóval, ott vagy a kamera túloldalán, ülsz, szűcsögeted a teádat, vagy a kávédat, aztán azon gondolkozol, hogy most hogyan tovább. Hát eddig azt mondták, hogy milyen jó, bemész egy jó kis munkahelyre, mondjuk éppen kitanultad a pincér szakmát, aztán most meg nyilván be vannak zárva. Azt látom, hogy itt az egyik pizzéria mellett elmentem, és ott állt kín a főnök, meg a beosztottak, és hát nagyon gondterhelt arcot vágtak. És azért tegnap azért elég sokan szerintem Magyarországon és szerte a világon nagyon gondterhelt arcon vannak, nem? Tehát jó megmondtam, ne mindegy, tudjátok, miről beszélek. És ebben szemben jön egy ilyen piros inges fickó, és egyre többen van például egy lila nevezetű hosszú szőkehajú hölgy, ő ugyanezeket mondja, meg aztán ott van Marcsi már a YouTube-on, meg aztán ott van a Lacink ugyanígy, mint én Facebookon, meg a Miklós az autóból bejelentkezik, meg a Patrick Balázs a másik autóból, meg Ani megy haza a munkából és nyomja este a videókat, hogy valami történik. Valami történik például Ágnesék házatáján is, szia Ágnes, meg aztán elég sok voltak házatáján. Mondhatom azt, hogy beleízelődtetek a változásba? Hát én 6 éve teszem ezt, gyerekek. 6 éve mondogatom, hogy hát jó lesz, hogyha az internetet kicsit komolyabban használjuk, mert mi is történhet? Hát az történik, hogy szerintem azt veszik el legutoljára, ha elveszik. De szerintem nem fele megy a dolog, mert akkor ugye a telefontársaságok is becsődölnek, meg maga Bill Gates is, tehát nem hiszem, hogy ők, akik mozgatják ezeket a dolgokat, már pont ők majd elveszik a saját fájukat, vagy a kenyerüket, úgyhogy hát bízhatunk abban, hogy valószínűleg az internet az marad. Nézzetek már ide egy véleményt, hogy tehát az internet az marad, úgyhogy érdemes-e ezzel egy kicsit jobban foglalkozni. Azért vezetem ilyen hosszan be ezt az egészet, mert látom, hogy így jöttök föl, hogy vegyétek már egy picikét ezt komolyan. Én az elmúlt 90 napokban készítettem nektek olyan videósorozatokat, amik 6 év eszenciája. Ott van a Hogyan dolgozz online sorozat, YouTube-ra fölmész, bekapcsolod, aztán hallgasd. Ott van a Bizalmi híd sorozat. Még mindig teszek föl videókat, mert mindig valami van, hogy hát még oda még ez hiányzik. Meg aztán lesznek még meglepetés sorozatok lépésről lépésre, gyémánt, meg mindenféle érdekességek. Ez nem azért van, mert én hú de nagyon okos vagyok, hanem hú de nagyon sokat teszteltem.
és kihaigáltam minden olyan dolgot, ami nem működik, és beletettem minden olyan dolgot, ami viszont működik, és ez folyamatosan megy, a tesztelés. Minden nap. Én kim vagyok a harctéren, nem a könyvekből olvasgatom össze, meg vágom, hogy mit kéne nektek mondani, hanem a felismeréseimet mondom, és ezeket osztom meg veletek. Ezért érdemes egy ilyen, mint egy rádiót hallgatni engem, és hát ugye én megmutatom, hogy esetleg még miket hallgassatok, hogyha ezt így elfogadjátok tőlem. Na szóval, ott ülsz, kétségbe vagy esve, és mi a jó eget csinálsz? Azon felül, hogy hallgatod a videókat, ugye cselekedni is kell, és egy pár ilyen dolgot szeretnék ma nektek mondani, hogy miket is csinálj. Ugye sokótokat rávettem már arra, hogy a saját témátokba kibontva kezdjetek el videózgatni, és ugye sokan ezt megtettétek 2-3 videóig. Aztán ugye valami leragadt, hát most vizsgáljátok meg, hogy mi a franc lehet, és kezdjétek el újra, mint most kezdődne az egész történet, és egy új lendülettel. Úgy se fogsz tudni mit csinálni. Most, hogyha bezárnak, hogyha mondjuk a koronavírus nem karácsonyozik, már pedig szerintem fog, akkor valószínűleg kiengedik a népet egy kicsit, aztán hagyvásárra jön, de egyébként otthon kell lenni, de ez nagyon jó. Hát ezt gondoljatok már bele, ott lesz a család veletek. Végre megint találkozhattok a anyósotokkal, meg különböző dolgokkal. Ez nem véletlen, tehát legyen már egy kicsit ilyen család összetartó dolog, mi is ezt csináljuk ugye a gyerekekkel. Legyen már az, hogy most akkor tedd félre azt, hogy jó el karácsony vagy nem, hanem díszíts fel a szobádat magadnak, aztán a gyerekeknek, hogy legyen egy jó hangulatod ebbe az egészbe. Higgyétek el, ebből olyan jó fogunk kijönni, hogy nem is gondolnátok, mert minden egyes krízis, egy ilyen változásra való helyzet, ez egy ugródeszka, hogyha régebb óta figyeltek a videókat, ezek nagyon kőbe vésett kis, hát ilyen törvények, és ezt használjátok ki. Teremtsd meg magadnak a körülményeket a szobádban, aztán kezdj el dolgozni végre, de ez a dolgozás ez ne úgy, hogy most akkor kapálunk meg, ásunk meg, hanem információkat adunk át, és ebbe segítek nektek, hogy milyen infókat. Mindig mondom nektek, hogy üljetek rá a GPS-ünkre, vagy ha nincsen, akkor a saját cégednek a GPS-ére, tűz ki a kvalifikációt, kezdem megcsinálni, kezdj el tesztelni termékeket, és kezd el az egész életutadat egy kicsit megtervezni, és ráállni erre a GPS-re is menni. Na most ugye visszatérve, hogy mondjam már technikai dolgokat is, ugye az interneten belül a Facebook, Insta és a különböző közösségi médiák, mint YouTube is kedvencem, alkalmas arra, hogy megnyilvánuljál, hogy megismerjenek téged, tehát ha van nálad papír, ceruza, ír már föl, hogy egyes, vállalt föl magadat, és hogy ismerjenek meg. Mert a teremtés az úgy fog megtörténni, hogy elfogadnak tőled valamit. Tehát írd föl, a teremtés elfogadnak tőled valamit. Először információt, utána pedig azt a dolgot, amivel te foglalkozol, beregisztrálnak, és elkezded kapni majd a jutalékokat. Ennyire egyszerű ám ez, nem kell túl bonyolítani, és ezen belül meg kell találni a kapcsolódási pontokat. Írd föl kapcsolódási pontokat. Tehát ez, ami most történik, én is kapcsolódási pontokat alakítok ki veletek. Írjátok már föl, hogy értitek ezt, vagy írjátok már itt, hogy igen, értjük. Ezek a mini tréningek, amiket én csinálok, ilyen nagyon szájbarágos, humoros tréningek, hogyha figyelitek, mert azt szeretném, hogy unjátok meg, hogy már megint beugrott valami. Tehát sokszor fogok ismételni mindig dolgokat, gondolom herótotok van tőle, de így fog beleégni. És ez az információ is, hogy beleégen így a fejetekbe, hogy kapcsolódási pontok. Ha nem találod meg a kapcsolódási pontokat, csinálsz te annyi videót, hogy rogyásik, beszélhetsz, ez olyan, mint hogyha kimennél a Váci utcára, és akkor mormogatnál magadban. Én ennyi a legjobb üzlet, mert egyébként is meg így kéne csinálni, meg úgy kéne csinálni. És akkor nézzenek rád nagy szemekkel, hogy mi van? Meg van bolondulva ez a manusz. Tehát értitek? Tehát legyen kapcsolódási pont. És akkor ide jön a szív, hogyha meg tudod az embereket rígatni, vagy rá tudod venni arra, hogy kicsit megkönnyezzenek, hogyha érzéseket közvetítesz, üzeneteket, akkor már közelebb vagy a kapcsolódási pontokhoz. Mai házi feladat, hogy megtalálni a kapcsolódási pontot. Például
Lilláiknál nagyon jól látom, hogy az Artist Consciousness az egy nagyon jó kapcsolódási pont, mert ugye a teremtésről szól, és Lillának volt egy ötlete, hogy rátette a mi programunkra az Artist, de ahogy tegnap beszélgettem a Lillával, egyébként majd csütörtökön ráveszem Lillát, hogy jöjjön már be, mert úgy szeretném hallanátok a kettőnk közt folyó néha beszélgetéseket, mert lehet belőle tanulni, ugye van csütörtökön 20 órakor, írjátok fel egy ilyen nyitott fórum, ahol mentortársaimmal beszélgetünk, és beszélgetek Lillával, és mondja Lilla, hogy igen, a kapcsolódási pont az ott van, de azt használni is kell, tehát gyakorlatba kell használni. Tehát hiába van a kezedbe egy jó kapcsolódási pont, hogyha megint keresel egy kapcsolódási pontot meg megint, de nem kommunikálsz, magyarul nem használod. Ez olyan, mint hogy veszel egy Franco Mergiot, és ott nézegeted a garázsban, ha jaj, nagyon szép, de nem mersz beleülni. Nem mersz vezetni, és hát akkor mi a francnak? Tehát hiába végzel el bármilyen tanfolyamot, hiába tanulsz, meg olvasol, meg mindent csinálsz, az még csak egy előkészület az egészhez. Cselekedni kell. Tehát a pénzed online ott fog lenni, ha csatlakoznak hozzád, és rendelnek fizikálisan azt a terméket, amivel te foglalkozol. Értitek? Ezt sokan eltévesztik. Csak részeket vesznek ki belőle, és azt mondják, hogy hú, hát nekem ez nem megy. Hát azért nem megy, mert nem az egész autót használod, csak így beültél, mint a kisgyerek az autóba, és akkor nem indítod el, csak tütüt, és akkor integetsz kifele, de nem mész sem erre se. Értitek? Tehát meg kell találni a kapcsolódási pontokat. Ezt becsomagolni az interneten, úgy, hogy csinálsz magadnak Facebook csoportot, csinálsz ugyanilyen profi oldalt, mint az enyém, és aztán egy töltsért képezve szépen olyan információkat adsz, amit ugye lehet a nagy közönségnek kinyomni, mint például én most ezt teszem, de vannak olyan csoportok, amin zárt csoport, ahol csak azoknak az embereknek kommunikálok, akikkel már szorosan együtt dolgozom. Megállok. Ez nehéz szerintetek? De most komolyan, tehát ez ilyen nagyon ördögtől való dolog. Tudjátok, hogy milyen nehéz? A beszari listádot így végignézni a telefonon, hogy ezt fel kéne hívni. És akkor tudod, nagy nehezen így tárcsázol, fölveszel, vagy fölhívsz valakit, és akkor Szia, mi van? Ráérsz egy picit rá? Hát most nem. És akkor még próbálnád mondani a dolgokat, és úgy csodálkozol, hogy hát visszautasított. Meg azt mondta nekem, hogy jaj, már megint beléptél valami MLM-be, már megint megbolondultál, hagyjál már hülyeséged, egy páf leteszi a telefont. Na ez a nehéz. Ezt én nem csinálom. Tehát próbálgassad még egy darabig, fuss örököröket, mondja neked a szponzorod, hogy írja a névlistát, aztán hívogassad őket, meg majd hármasozzatok, meg minden. Egy nagy szívás lesz az egész, de én szóltam. Úgy se bírod ki, csináld, de aztán rá fogsz jönni, hogy elkezdesz kommunikálni, áttöröd a falakat saját magadnál, elkezded az információkat, úgy add át az információkat, ugye a csoportok, meg a Facebook, meg a YouTube, az is egy kapcsolódási pont, úgy add át az információkat, mint hogy magadnak mondanád. Te csatlakoznál-e magadhoz? Nézd meg, hogy milyen videókat gyártasz, hogyha már elkezdted. Hogy te csatlakoznál magadhoz? Lehet, hogy túl megmondó vagy a videóban, nézd csak meg. Vagy nagyon-nagyon tanítani akarsz, de közben meg nincs a háttérben semmi. Vagy olyan infokat adsz, amiben nem hisznek az emberek. Tehát mindig vizsgáld meg, hogy mi a franc lehet. Van egy könnyítés, elmondom nektek. Tegyük fel, hogy benne vagy mondjuk egy ilyen életmód programba, egészségprogram, ki hogy nevezi. Szeretnéd, hogy minél több csatlakozód legyen. Elárulom neked, hogy nem ezzel kell kezdeni, hogy ezt ajánlod. Mert nem fogják elhinni. Tehát nálunk olyan hihetetlen történetek vannak, hogy amikor megkérdezik tőlem, hogy te figyelj, Vili, mivel foglalkozol pontosan? Akkor én egy picit meg szoktam állni, és azt szoktam mondani, hogy hát figyú, úgyse hinnéd el, most nem is tudom, hol kezdjem. És akkor mindig szoktam azt mondani, hogy figyelj, van számítógéped? Tudjátok, ezt szoktam mindig mondani, van számítógép? Van. Volt majd, hogy elromlott? Volt. Volt, mikor bosszankodtál? Volt. Volt, mikor telepítgettél mindenféle programokat? Volt. Működött a dolog? Nem.
És akkor már nagyon-nagyon mérges voltál? Igen. Mit csináltál? Hát újra raktuk a gépet. És működött? Igen. Na ezzel foglalkozom én. Újra rakjuk a szervezetet, újra rakjuk, mint az agyilag, egy picit úgy letisztulnak a dolgok, mint testileg, és mint anyagilag. Ezzel a hárommal foglalkozom. Hogy szeretnéd elmondja? Egy mondatban, mint most, vagy részletesen? De akkor üljünk le, és tényleg hallgass meg. És akkor hív, hogy van egy jó óra hosszát, hogy áttárgyaljuk a te életedet. Hogy erre a módszerre, hogy ezt a módszert tudom-e alkalmazni, vagy tudjuk-e együtt a segítségemmel alkalmazni nálad. Ajánlom, hogy ezt a mondat sort, ezt majd nézzétek vissza egy párszor, és nézd meg, hogy hogyan ajánlottad eddig mondjuk a táplálék kiegészítőidet. Mondhatom azt, hogy nagyon okos PowerPointokat adtál elő? Mondhatom azt, hogy mindenféle vitamin előadásokat tartottál? Meg mondhatom azt is, hogy már gyógyítottál? Meg már majdnem DR van itt a hátad mögött? Lehet, hogy meg is vásároltál egy apostróf DR-t magadnak? Ilyet is hallottam már ilyen horror történeteket. Ahelyett, hogy azt mondanád, hogy újra tervezés. Hallottál már GPS-ről? Igen. Volt már olyan, amikor mentél, és akkor hát... akkor nem ott fordultál le, ahol éppen kellett volna, és akkor mondja neked nagy nyugodtan, hogy újra tervezés. És akkor ezt csináljuk mi. Ezt megértik az emberek. És ez is egy kapcsolódási pont. Gondolom, hogy ha most először hallod a videót, most ezt a videót, lehet, hogy nem is ismersz engem, de azért fölkeltettem az érdeklődésed egy picit, hogy mi van? Ez a nagyképű fickó, hogy még először erre szoktam gondolni, de nagyképű, mert így úgy, hogy... Aztán, mikor elkezdenek megismerni, és majd téged is valóban besorolnak, hú, ez hosszú hajú, ez bajuszos, ez nem szép. Ez meg elálló fülű, ez meg azért nem szép. Először be fognak kategorizálni. De lesz egy pár olyan ember, aki azt mondja, hogy hoppá, egész jókat mond. És akkor neked nem kell olyan sok követő, hidd el neked. Neked olyan követő kell, aki meg gondolkozik, és ugyanúgy próbál gondolkozni, mint te. Ugyanolyan problémái vannak, mint neked, és ugyanúgy elkezdetek együtt dolgozni, hogy megoldódjanak a problémák. Higgyétek el, mondok egy példát erre, mert én is ugyanilyen vagyok ám, én is nagyon bírálva nézek embereket, már kezdek erről leszokni. Van egy kopasz fickó, nem mondok így nevet az interneten, és én fel vagyok hivatkozva neki a hírleveleire, és képzeljétek el, egészen a mai napig, hát úgy bele-bele hallgattam az anyagaiban, meg úgy nézegettem, de baromi unszimpatikus volt. Nem tudom nektek megmondani, hogy miért. Valahogy nem tudtam így rácuppanni a dolgokra. Nézegettem, nem. És ma, képzeljétek el, amit hogyha nekem beszélne. És fekszek az ágyon reggel, így hallgatom, hát ez meg honnan tudja? Nem, ezt is tudja. Mint hogy nekem beszélne. És rögtön átfordult szimpatikus dologgá, hogy te jó ég. Nem azt kell megnézni, hogy az ember milyen külsővel rendelkezik meg, hanem hogy elér-e az az információ hozzám, ami megmozdítja bennem azt, hogy oppá, ezzel az infóval lehet teremteni. Értitek? Tehát idő kell hozzá. Most képzeljétek el, ha nekem egy év kellett, hogy odafigyeljek egy emberre, hát képzeljétek el, hogy másnál is így van ez. Tehát legyetek kitartóak. Megvan a kapcsolódási pont, megvan a jó téma. Hát hogyha az nem jó téma, hogy hogyan roborálhatod magadat, hogyan teheted egészségesebbé magadat, pippak, hát akkor majd azok az emberek, akik már elvesztették komolyan az egészséget, úgyis fognak téged hívni. Tehát nyugodtan kommunikálj, csak arra kérlek, ne gyógyítsál, mert az nem fog működni. Hanem csak mondd el az érzéseidet, mondd el azt, hogy te milyen problémába küzdöttél, és hogy jött helyre például az egészséged. Értitek? Megvan a kapcsolódási pont, megvan a technika, beleteszed a Facebook csoportokba, és elkezded működtetni az egészet. Nagyon érdekes, amit tapasztaltam, hogy ugye 6 évvel ezelőtt voltam, most már azt mondom, hogy 8 éve mindig dobja fel a Facebook, hogy hoppá, itt kezdtétek, itt nektek is most gondolom. És nézem, de jó, hogy 8 éve kezdtük el még a hosszús anyékkal annak idején ezt a kommunikációs dolgot is. De elröppent ez az idő. És már most így mosolyogva gondolok vissza arra az időre, hogy
hogy mennyi buktatókon végigmentünk, mire kialakult ez a fajta kommunikáció. De akik akkor abban az időben komolyan gondolták, mind egytől egyig minimum a gyémánt szinten vannak, minimum a gyémánt, valamilyen üzletben, nagyon jó kommunikálnak, vagy nagyon jó munkahelyen dolgoznak, például az én Sanyi barátom nagyon jó rádiónál van, még műsorvezető, tehát mindenki oda tudott abból az információból kerülni, amit akkor abban az időben megálmodtunk. Tehát itt a kérdés az, hogy te, aki most hallgatsz engem, mit szeretnél? Te tényleg komolyan veszed azt, hogy most már tényleg meg kell tanulni az online-t, mert akármennyire rossz visszülni az iskolapadba, egyszerűen most már nem, ez már nem játék. És ha megtanulod, azt, hogy föl tudsz építeni bármit online, bármilyen vállalkozást, akármit, tehát nem muszáj most azt csinálni, amit mi csinálunk, de az alapokat, ha megtanulod, nekem van olyan barátom, szoktam nektek mondani, aki a pizzériáját futtatta föl a Balatonon, mert megtanult online úgy beszélni, illetve úgy gondolkozni, hogy az ország egyik leggazdagabb pizzéria tulajdonos. Csak azért, mert annak idején 8 éve elkezdtünk együtt dolgozni. Tehát nem muszáj neked networkernek lenni. Persze én azt mondom, hogy legyél, mert barátunk is, aki pizzériát működtet, nem egy pizzériája van neki, hanem egy egész franchise hálózata. Tehát sokszorozódásba tudod azt megtenni, hogy az idődet lerövidíted. Én mindig azért ajánlom a mi jól bevált, mindennel felszerelt módszerünket, meg magát az egész üzletet, mert nem kell kitalálnod, csak egyszerűen működtetned kell, le kell tesztelned. És idén egy érdekes dolog, amit, és most arra kell benneteket, hogy nézzétek meg önmagatokba is, hogy milyen gátak vannak, amik előre viszik a te fejlődésedet. És tudjátok, mi az első gát? Az első gát az, hogy investíció. Tehát mindig mondom ezt, hogy ültetés előtt, aratás előtt ültetni kell. Tehát nem tudod megerőszakolni a dolgot. Aki azt mondja, hogy lép be, mert itt nem kell csinálni semmit, nem magától megy, ezt felejtsétek már el. Egyszerűen megnézed, oké, odaadod a szívedet és elkezded a tesztelést és investálsz. Tehát higgyétek el, lehet ezt így is mondani, lehet ezt úgy is, ha nem investálsz a mondjuk termékekbe vagy szolgáltatásokba, nem fog működni a dolog. Tudom, hogy olyan nagyon szép, hogy ingyenesen tudsz regisztrálni, de attól még nem fognak működni a dolgok. Bár nálunk így is lehet, de ezt azt majd személyesen, hogyha gondoljátok, elmondom. Tehát figyeljetek erre. Megállok egy picit, adok értéket. Tehát most folyamatosan nyílnak ki folderek a fejembe, és azzal gondolkozom, hogy melyiket nyissam ki, mert ez annyira érdekes téma. Tehát képzeljétek el, arról beszélek, hogy te jó létben legyél. Ne függj a gazdasági helyzettől, ne függj attól, hogy most kimehetsz az utcára, vagy nem mehetsz, vagy mi. Ameddig nem lőnek, ameddig nem jön az atomtámadás, meg mindenféle dolog, hogy van mit enni, inni, meg karácsonyozni lehet, meg mit tudom, miket lehet csinálni, addig nincs baj. Addig nincs baj. És hogyha ezt így fölfogjátok, akkor én olyan dolgokról beszélek, ami nem kell évtizedekig tanulni, hogy majd abból legyél valami, hanem elkezded és csinálod, és csak a kommunikáció az, ami gátat szab. Te vagy a saját magad gáta egyébként, mikor ezt az egész dolgot elkezded. Értitek? Tehát figyeld meg, most tudjátok, ez az időszak, ami most van, ez a befele fordulás időszaka, de úgy, hogy befele fordulsz, meg van a felismerésed, tovább viszed az energiát. Tehát nem az, hogy jó mesértődsz mindenkire, beülsz a szobádba, azt elkezdesz mantrázgatni, meg mindenféle dolgot csinálni, ráadásul egyedül, ez a legkatasztrofálisabb dolog, amit lehet csinálni, hanem fölismeréseid lesznek, a tanításokat megadjuk, odaadjuk azt az infót, az alapinfót odaadjuk, tehát nem mi fogunk tanítani, hanem azok a anyagok, azok a mesterek, akik bennünket is tanítanak, és jönnek a felismerések. Ezeket a felismeréseket megosztod különböző fórumokon, ahogy mutatom, és egyszerűen jön, visszaáramlik az energia. Egyelőre a finomításokat kell mindig csinálni, hogy megcsinálod az első 90 napodat,
megvizsgálod folyamatosan, és utána kezded a következőt, és higgyétek el, lesz olyan ember, sőt, tömegek fognak jönni, akik akarják azt, hogy te segítsél nekik. Alig várják emberek, hogy te legyél a kulcs a zárba, csak ezt el kell kezdeni csinálni tényleg most már komolyan. Most szoktam azt mondani, néha ráírok emberekre, hogy ember, kezd már el, nem tudok már mit tenni veled, már mindent tudsz, csak csináld már. És akkor még mindig így vacillálgat emberünk, hogy jaj, hát akkor még majd mindjárt ezt is megtanulom. Na, lópicsát, hát nézzétek már a gyerekeket, hogy azért, mert 5-6-szor esnek a biciklivel, attól még fölülnek rá, aztán mennek, aztán csinálják. Tehát mi is voltunk már túlélő, te is. Te voltál az első sok sejtből, aki győztél, aztán itt vagy. Tehát nincs olyan, hogy te nem tudod ezt megcsinálni, csak az a baj sokan, hogy nem hisznek magukban. Tehát meg kapkodnak, meg ezért vannak problémák a párkapcsolatokban is, ezért vannak problémák a munkahelyeken, a networkereknél is, mert kapkodnak. Viszont van az 5% a párkapcsolati dolgokban is, a networkségben is, akik viszont brutálisan jól csinálják. Ezt csinálni kell. Úgyhogy egy pillanat, elindult valami alkalmazás. Jó. Tehát ennyit szerettem volna ma reggel elmondani, hogy ugye a tegnapira ráépülve vizsgáljátok meg, hogy hol vagytok most az életben. Ha nem sikerült, akkor hívjatok föl engem, együtt megvizsgáljuk, vagy hívd föl a szponzorodat, vagy a mentorodat. Most a kommunikációnak az időszaka van. Beszélgetni kell egymással, videóüzeneteket kell egymásnak küldeni, ezt is tanítjuk. Tehát, hogyha te nincs időd mondjuk sok emberrel beszélgetni, akkor küldj nekik videóüzenetet, vagy te is fogadj videóüzeneteket, válaszoljatok egymásnak, vagy írásban is, kommunikálni kell. A befelefordulás az nem az jelent, hogy falakat építesz föl, hanem mint egy meditáció. Jut eszembe, még csak nem fejezem bele, még kinyílt egy folder. Vannak ezek a 90 napos programok, és vannak 90 napos például elvonulások is. Például a zenesek csinálják azt, hogy ugye ott kint korában például, mert ugye ahol vannak ezek a monszun időszakok, szakad az eső, nem tudsz mit csinálni, és ezek rászoktak arra, hogy akkor ezeket a 90 napos periódusokat ilyen befele fordulással közösségekben végzik. Tehát tanulói közösségekben, mesterek által, és tisztogatnak nem csak a környezetüket, hanem saját lelküket tisztogatják le. És ezt felejtik el itt a nyugati társadalomban, hogy annyit foglalkoznak az anyagi dolgokkal, meg mindenféle macerával, de saját maguk tisztításával meg nem nagyon foglalkoznak. Ezért kell egy ilyen elvonulást csinálnod most. Nem kell bezárkóznod úgy, mint például egy templomba bemennél, hanem ezt így lelkileg kell, nem falakat fölépíteni, hanem nézd meg, milyen információk jutnak el hozzád. Ha az tetszik neked, ha az nem bántó, akkor ezt fogadd be, és nézd meg, hogy tudnál vele fejlődni tovább. Ha meg bántó vagy valami, ne haragudj arra az emberre, aki esetleg úgy bántólag szólt hozzád, hanem akkor engedd át magadon. Elmondom, én hogy csinálom ezt, és akkor rögtön megértitek. Én is emberből vagyok, tehát én is bántok meg embereket, önkéntelenül is. Ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy például tegnap is felvettem a telefont, és egy pár embertől bocsánatot kértem. Mert átgondoltam a dolgokat, és azt mondtam, hogy hú, figyú, lehet, hogy a múltkor nem úgy kellett volna szólnom, mert emberből vagyok, és figyú, ne haragudj. Milyen kevesen tudják ezt megtenni? Nézd meg, hogy te kit bántottál meg esetleg az elmúlt időszakokban. Ne azt nézd, hogy igazad volt-e vagy nem, hanem azt nézd, hogy hogyan tudnál rendbe hozni, ha lehet. Mindent meg lehet egyébként, hívd fel azokat a barátaidat, vagy akikkel ilyen konfrontálódó állapotban vagytok esetleg, mert azért vagytok, hogy az tanítson benneteket, hogy magasabb szintre emelkedjetek.
És csak annyi egy pár szót, hogy figyú, lehet, hogy tévedtem, lehet, hogy te tévedtél, tök mindegy, kinek van igaza. Legyen béke, mit szólsz hozzá? És meg fogod látni, hogy a szeretet energiáját így elkezded görgetni, egyből kinyílnak utak. Úgyhogy ezt muszáj volt így hozzátennem, mert holnap is fogok ezekről a témákról beszélni. Ugye jön a szeretet, az a muszáj szeretet ünnepének hívom, de ez is ítélet, hogy miért ne lehetne azt csinálni, mint például egyre többen csináljuk, hogy szeressük már megint azt a karácsonyt. De ne úgy, hogy most azt mondják, hogy a multiba muszáj vásárolni, hanem adjunk már magunkból az embereknek. Higgyétek el, hogy gondolom, hogy tudjátok, miről beszélek, lehet ide írni, hogy ha igen, hogy ki kell használni ezeket az időszakokat, hogy most kicsit bezárnak bennünket, korlátoznak, de egy csomó dolgot még nem korlátoznak. A szeretetet azt nem lehet korlátozni, és most egy kicsit egymás fele forduljatok. És az online azért nagyon jó, mert itt nem kell még maszkot se viselni, én tőlem se kaptok el semmit, meg ti se adtok át nekem, de a szeretet az átmegy. Átmegy, és azt perzsel, és azt mindent helyrehoz, gyógyulnak a dolgok. Magasabb szintre fog emelkedni az emberiség most, higgyétek el. És azok, akik ezt nem veszik, ezt toporzékolnak, azok sajnos el fognak veszni. De te ne ebbe a kategóriába tartozz. Látom, hogy amikor ilyen dolgokról beszélek, akkor egyből többen írtok. Ez is hozzátartozik az online teremtéshez. Úgyhogy ha szeretnétek erről hallani mondjuk az én véleményemet holnap is, például holnap után is, akkor írjátok ide, hogy folytassuk, gyertek, építsük együtt a jobb világot. Én hiszek bennem, hogy meg lehet váltani jó irányba ezt az egész földet. Nem volt még ilyen jó dolgunk, soha. Úgyhogy ennyi. Sziasztok, a Teremtő erő legyen veletek is. Találkozunk holnap ugyanebben az időben, 9-kor jövök hozzátok.